Na hatalmas nagy szeretettel köszöntünk mindenkit. Sziasztok. Én még Kaci vagyok, és még mindig itt ül mellettem HP. Tök rég mutatkoztunk így be. Igen, igen, igen. Ugye lepörgettük az első kampányát a Resident Evil 2-nek. És most belevágunk a második körbe, ebbe az úgynevezett second run-ba. Nyilván, ha eddig nem láttatok semmit, akkor a leírásban ott vannak a linkek, meg a videó végén, meg a csatornán megtaláljátok, úgyhogy érdemes először... Van playlist! Van playlist, úgyhogy érdemes először azt végignézni, de ha semmiképp nem akarjátok azt megnézni, akkor sem megyetek el, akkor csatlakozzatok be itt. Szóval bele fogunk vágni a second run-ba. Két fő különbség lesz, az egyik az, hogy itt ugye nem Leon lesz a főszereplőnk, hanem Claire. A másik pedig az, hogy nem HP fog játszani, hanem én. Igen. És Claire-nek a kampánya egy némileg eltér, erről már beszéltünk az előző videóban, rengeteg átfedés van, kicsit olyan, mintha szinkronba menne, kicsit olyan, mintha hatással lenne rá, kicsit olyan, mintha szögesen ellent mondana az első kampánynak. Uh-huh. Ezt érdemes feltérképezni, meglátjuk majd közben, nyilván kitérünk rá, indítsd el szerintem a New Game Second Run-t, és most itt is választasz karakter, aha, de én azt gondolom, hogy akkor már Claire-re játszunk uh-huh végig, ha már. Hát jó. Én még maradnék az assistidnél, főleg, hogyha új jó vagy ebben a műfajban. Mindenkinek ajánljuk, hogy próbálja ki a normált, vagy akár a hardcore-t is. De én például a legnehezebbet én nem akarom. Én szeretem élvezni a játékot. Ugye már erre emlékeztetünk az elsőből. És már rongyolunk is el innen. What's going on? I don't know. Hopefully they'll have some answers at the police station. Wait, you're a cop? Yeah, Leon Kennedy. You are? Claire Redfield. Kamionos. Okay. I'm all right. How about you? Can't stay here. It's not safe. Go on ahead. I'll meet you at the station. És ugye itt szakadunk el a Leontól. Így van. És akkor most nekünk is valahogy el kell jutnunk a rendőrségre, de nyilvánvalóan egy nagyon picit más úton. És nem leszek könnyű helyzetben, mert szerintem a Claire-nek a fegyvere ez egy ilyen klasszikusabb, ilyen Colt-szerű uh-huh fegyver. Egyébként többféle pisztolyt tudunk már, talán háromfélét is tudunk találni a Claire-rel. Aztán azt belátásod szerint van ebből kisebb kaliberű, nagyobb kaliberű fegyver is. Belátásod szerint használtad ezt. Jó így neked uh-huh a jó kamera kezelés? Mert ugye, ha nem tudjátok, én inverted Y-axisben játszom. Kaci viszont az a gamer, aki rendes gamer. Jó, szerintem jó lesz. És nem bohóckodik. Ezen a területen érdemes megnézned, ugye az assisted rész az annyiban segít rá, hogyha ráhúzod a célra, akkor ő ráugrik, és megjelenik az a kis fehér pötty, akkor uh-huh ugye az azt jelenti, hogy onnantól fogva ott tartja, és akkor te csak lőhetsz, mint egy barom. Lehet, hogy egy kicsit lejjebb veszem a... egészen nyugodtan. Az érzékenységét. Egyébként tök jó, hogy még ilyet is beleraktak, sőt, aha, még egy Field of View-t is, tehát távolabb is, vagy aha közelebb is viheted a kamerát a karakterhez, szerintem ez nagyon jó. PC-n egyébként még több beállítások, ott egészen komplex grafikai beállítások vannak. Nagyon, nagyon tetszik, hogy erre odafigyeltek. Az ott zárva van, de igen, látod, hogy ilyen láncos, tehát aha, hogy ugyanúgy kell volna hozzá. Na és itt már becsapódott a helikopter, aha, ami a Leonnál csak jóval később csapódott be. Egy rotekrajt. De legalább megint kis táskánk van, úgyhogy... igen, ez a jó kis neszeszer, gyíkből neszeszered van, Kaci. Az ott nem valami felvető volt? Itt van egy kék virág. Hát azt mixeld össze, ha már... ha már jött vagyunk. Nem jól csináltam. Mivel nyitom meg a menüt? A Y. Itt,
Fine, caution, igen. Danger. Jó. És akkor ilyenkor érdemes, én szeretem a nyilakat is használni ilyenkor, mert az analóg nyilakat, aha, mert akkor egyszerűbben átlátom. Kijelölöd az ágombbal, és azt mondod, hogy kombájnolod, és kész is vagy. Nagyon. És akkor a B-vel pedig kilépsz. Ja, az nem, és csak az, csak egy, aha, baba. Tehát azt például le tudod lőni. Így is van. Viszont most már csak kettő töltényed van, nem lesz őszinte a mosolyod. Hát ez remek. Hagyom, hogy átjárjon a szenvedés. Nézd csak ott balra. Így. Hoho! Egy cutting tool. Amivel ugye átvághatnánk ezt a drótkerítést is, de nem tesszük. Claire! Itt már az eleje egyébként egy nagyon picit jelenetmondásos, mert ugye most váltak szét a városban. Aha. A Leonnal egy csomót szenvedtünk, meg keringtünk, mire ideig eljutottunk. A Claire-re bejöttünk hátul, és már itt tartunk a történetben. Ennél sokkal súlyosabb logikai bukfencek is vannak amúgy, de hát ezen szerintem ilyen jótékonyan felül kell emelkedni. I'm guessing you don't have a key in one of those fancy pockets? Unfortunately, no. But how are you doing? You know, just surviving. That's good. Hogy nyomják ezt az ilyen apokalipszis flörtöt? Not yet. Claire, don't lose hope. I'm sure we're gonna find him. Hát ez remek. Damn it. You know what that means? Yeah. Igen, erre emlékszem az előző részből, hogy itt rengetegen voltak. Na, Kaci, hát akkor most én azt gondolom, hogy futás van. Fuss vissza abba a szobába, tudod, ahol le volt zárva. Így, nagyon jó. Akkor leszaladunk ide. Itt, megnyomod, és akkor ilyenkor rámész, és már... Ha, és jó. Júz. És azzal a lendülettel menjünk be. Na, ezt szeretem. Viszont, amint látni fogod, ugye ezek large caliber, ez nem tudom, hogy ami most nálad van, az. Ezt nézzük meg. Hát nem tudok újra, ugye, a négyzettel kéne, hogy újra tudjak tölteni, akkor ugye, viszont ugye nem. Tehát akkor ez nagyon fontos, hogy most másfajta töltőt találtál. Viszont megvan a Country Yard kulcsod, amivel majd be fogsz tudni menni a rendőrségre. Hát van itt egy lára, de azzal ugye nem az tudom most nem mit kezdeni. Ide maximum pakolni tudsz. Ne, szerintem még ne tegyél el semmit. Nézd csak! Aha! Itt van egy nagy kaliberű. Igen, ez már nagy kaliberű. És akkor tudsz is változtatni. Ó, és ez egyébként, hogyha megnézed, ez egy 97, ez szerintem ez a Brad Vickers, ez a Stars cím. Ez szerepelt valami régiben, most nem tudom, hogy a kettesbe vagy az egyesbe, de ez easter egg. Hát ez a klasszikus Rezire való utalás, csak most az, hogy nem jut eszembe, hogy hol láttuk ezt a csávót. És akkor találunk egy gránátot is. Kérdés, hogy ezt most felhasználod. Igen, pont azt akartam mondani, hogy szerintem azt lehet, hogy itt hagyom, mert talán arra még nem lesz szükségünk. Hát reménykedjünk, ugyanakkor viszont, ha most elkapnak, akkor nem tudsz, nincs sub-weaponod, amivel oda teszed magad. De talán a egyes szintű zombikra még ne pazaroljuk el, ja, akkor soha elkapnak. Hányszor, de hányszor beleszaladtam én ebbe. Miről beszélünk, Kaci? Jó, jogos. Menjél, fuss, ne szarakodj. Hát itt Itt egy óvatosat kerülj így. Na, jó, mindegy. Tölts újra közben. Nagyon lassan tölt újra, ezt viszont erre figyelj. Hát ez remek. Tehát ugye neki olyan fegyvere van. Ezt úgy csak kinyitod, faszus. Oké. Okay. Na, és akkor? Hát itt be tudsz menni. Viszont itt is vannak ugye barátok. Hát ez gondoltad, hogy fel fognak kelni. Na, itt van szegény. Hát
szegény rendőr barátunk. Uh-huh. Na és te most találtál egy lecsoffantott papírt, amiről ráadásul nem is látott pontosan a dolgokat, úgyhogy itt most egy kicsit nehezebb helyzetben leszünk, hogy hogyan találjuk meg a medálokat, és hogyan jussunk ki az épületből. Ugye itt sem lesz semmilyen fajta egymásra ható következetesség a Leonnal és a Claire-rel. Ezt majd egyszerűen meg kell oldanunk valahogy a talányokat. Ott viszont a falon van egy kés. És ha jól emlékszem, akkor ezen a fronton lesz majd láda, meg mentési pont. A Leon már berakta a biztosítékot. Ugye, ha lenne deszkánk, be tudnánk deszkázni, meg dolgok. Látom, megtaláltad a futásgombot. Aha. Itt nem nagyon van semmi, ahogy látom. Itt van... Flame rounds. Na, ezek ilyen gránátvető fegyver, amit... Nézd, a kulcsot el tudod dobni viszont. Az már nem kell neked. Úgyhogy ilyenkor... Már ott javasolja is neked a diszkártolást, mint cselekvési formát. Pakk egy kuka, aztán búcsú. Viszont egy bemész a sarokba, az ajtón, akkor ott van ott. Írógép, ja, meg láda. Erre még emlékszünk. Vagy hát én. És ha felkapcsolod a villanyt, akkor megszólal a nyugtató zene is. Meg kéne venni azt a előrendelői pakkot, hogy az eredeti zenék és hangok legyenek benne, az kicsit fáj a szívem, hogy nem azzal toljuk. Lehet, hogy megvesszük időközben és átnyargalunk arra. Azt nem tudjuk ezt most elrakni. Tudom. Hát tedd el a ládába valamit. Például, meg a kék növényt is szépen behelyezheted oda. Azon, hogy ezt a két nagyon kéne zöld növény is, mert hogyha most beveszed ezt a piros-kék kombót, ez semmi nem fog tölteni. Tehát igazából most addig ezt nyugodtan elrakhatod, mert ez életet nem fog menteni. A zöld növény kell ahhoz, hogy a HP-t visszatöltődjön. Én elraktam azt a két amos fegyvert is, mert jó, a másik majd persze, majd még találsz ahhoz is, majd skulolt. Nézzünk ide hátra is. Azt mondja, hogy itt van egy electrical part, ami nekünk jó lesz. Nézd csak, ott van egy kis... pick. Submachine gun ammo. Ez is olyan, hogy ezt most tedd el az utókornak, aztán majd ide veretünk, amikor úgy hozzá a szükség. Na, akkor mind a Clarico-ba. Azt mondja, hogy ez nem kell. Ez kell. Az electrical partot megtartom. Azt tartsd meg, mert nyilvánvalóan még kellhet, illetve ez a lánc elvágó cucc is még random kellhet. Jó. Claire-nek a régi kosztümje egyébként szerintem viccesebb, de ezt bármikor megváltoztathatjuk szerencsére. Nincs elemlámpánk. De jó érzés ebbe a sötétbe lemenni. Jó, kicsit adjuszt a szemem. Na, de végre. Van elemlámpánk. Csak a Claire az nem nagyon. De itt, ha visszaemlékszel, én nagyjából emlékszem, itt ugye itt van ez a kihallgató szoba, de mind a két helyre kulcs kellett. Sőt, itt be se tudsz menni. Úgyhogy ez felejtő. Hát akkor visszamegyünk lentre a irodába. Van ott még mit tenni, ne aggódj, meg még ott sorakoznak a srácok is arra várva, hogy rátegyék a kezüket és beléd mélyítsék a fogukat. Nem maradsz csendben. Vagy akkor mit lövök a térdét? Hát igen, de ettől ő még ott csúszni mászni fog, de végül is lehet, hogy ezzel érdemes van volt. Ne, de be tudsz, csak lánc van ott. Ja. Vágd el. És persze most az újratöltés. Azaz, itt nagyon-nagyon fontos, hogy figyelj arra, hogy áskuló van, mert hogy látod, hogy nagyon lassú. Vedd ki a kést belőle.
És szerintem ne várj arra, hogy ő odaérjen, hanem mász be, és itt vigyázz, mert még lesznek. Viszont itt van a zöld. Igen. Bejön az ablaknál fog bejönni. Na most még azt hagyjad, majd ha bejön, akkor törődsz vele. Itt balra van az asztalon valami. Újra töltök. Gunpowder. Jó, ezt jó. Akár még később is visszajöhet ezekért a dolgokért. Ráadásul jelzőtérkép, hogyha itt hagyott, tehát hogy ha valamit nagyon... Na, bejött a kis barátunk. Ha valamit nagyon nincs kedved fölvenni, akkor esetleg azért még vissza lehet jönni később. Aha, ez tovább lehet menni. Itt tudod berakni a fuse-t. Aha. Majd, ha szeretnél. Itt van az ablaknál a zombi, majd vigyázz. You asshole. Na. Ilyen jó, jó, nem, nagyon jól csinálod, ez teljesen jó itt szerintem. Na, találtunk egy velvet is. Most már viszont összeszedtem mindent, amit... Ha be tudsz kombinálni, ha gondolod a két gunpowdert. Aztán lesz, ebből soti lesz? Nem. Ez high grade... Akkor ebből izé lesz, gránátvető ammo lesz. Acid rounds. Aha. Nem olyan nagy baj az. Viszont most le kéne pakolnod. Aha. Visszamész? Esetleg? Visszamegyek. Mert most szerintem az a legegyszerűbb. És innen is elvettük, úgyhogy innen elvettünk minden. Igen. Aha. Jó. Menjél, ne várj. Itt balra. Ne. Itt és itt majd... Majd a folyosó végén. Folyosó végén balra. Szóval, azt majd elrakom ezt, egyelőre berakom oda, ezt is berakom, mert ki tudja, hogy mikor lesz rá szükség, és akkor ezt meg kiveszem, és összekombinálom ezzel. Azt tartsd is magadnál, mert... Jó, a fuse-t ugye be tudjuk majd tenni oda. Igen. A helyre, a kést megtartom, akkor ezzel mehetünk tovább. Mindenképpen. Az újratöltési technikát, ha szabad megjegyezni, és animális. Én tipikusan az ember vagyok, aki a lövöldözős játékokban kilő egy golyót, és... Én is, ugyanez. És azonnal egy golyó, és azonnal reload. Jó, hát ő ott hagy küzdjön az életéért. Még egyszer köszönöm mindenkinek a tippet, aki ezt a lábon lövést leírta nekünk. YouTube-on. Én ilyen megrögzött fejrelövő vagyok, mert hogy a zombi kultúrában alapvetően fejrelövünk, ugye. Na, itt van egy deszpa. Azt hagyd a francba. Ez most jól jön neked. Na, itt mi van azon kívül, nagyon sötét? Mert ott az exit, arra menjél. Akkor ezt ide be szuper. Tudom rakni. Aha. Valaki már marog. Hoppá! Nézd meg, hogy leszetted a lábát. Hát az ott szépen csinálja magának a lába fesztivált. Itt nincsen láda. Bizony, szemétkedünk. Viszont kaptál egy kis hasitaskót, meg egy kis töltényt, és aztán így jártál, barátom. Ott nem. Itt nem fogsz lepakolni. És nézd csak, ki jön. Ismerős? Hát ez remek. Hát ezek kacit ráütettük a szopó hullámvasútra, én azt gondolom, de... Na, ezt legalább kinyitotta már nekünk a Leon. Úgyhogy ide be tudunk jönni. Itt van még több lőszer. Viszont óvatosan, hogy merre mész, mert
a piros szörnyek is, a likkerek is viszonylag hamar belezúznak az életünkbe, tehát gondoljuk át, mink van. Más merre tudunk menni? Nem. Nem tudunk, mindenhova kulcs kell. Várjál, mert még itt... Ja jó, hát csak ez az morog, igen, tehát hogy ez azért jó, hogy kevesebb lőszert kell előni, de folyamatosan morognak körülötted a zombik. Igen. Tehát ott nincs még. Ott, láttad? Igen. Nem láttam, de elkezdett remegni a kezemben a kontroller, mint az állat. És... Ez régen is így volt, a klasszikusban is, itt fut el a piros szörny, a liker, és hogyha itt bemész, akkor itt fog szembe jönni, és nem akarok ezt mondani, de most is szembe fog jönni. Viszont nem tudom, hogy merre mehetnénk. Tehát most próbálom felidézni a térképet, de szerintem nincs most olyan hely, ahol nem, ne kellene valami kulcs. Hát akkor erre. Hát akkor arra. Nem, valahol a kanyarba fog szembe jönni majd. Én abszolút az ember vagyok, aki rá stresszel ezekre. Fejét lőjed majd, mint a barom. Ott van fenn a plafonon. Jézusom. Ne állj meg, ne állj meg! Hátra, hátra, hátra. Hátra, hátra kisütés. Na most gyere! Lehet, hogy meghalt, de ne, nem menj ki célzó pozícióból. Oké. Elintéztem. És nem is tudod megnézni a haverunkat, hogy szétnyílik a feje? Hát élete ez? Nem. Jó, szép volt, Kaci. Lenyomtad az első likeredet. Hát, jó, ehhez... Ki ne lenne erre büszke, treff kulcs kell engem. Szervezünk neked egy bulit. Annyira ügyes fiú vagy. Még a hatása alatt vagyok. Meg ez az egészséges, egy nyomasztó stressz, az még így eszi a szívedet? Abszolút, abszolút. Jó is az. Maradj éber, mert itt még bármi történhet. Az a baj, hogy ezt nem tudom előre. Tehát én sem emlékszem, hogy itt most pontosan hogy szopat a játék, de... Itt van mögötted! Jó. Szerintem liker is van itt, szóval menj be gyorsan. Hol? Nem tudom, de én... Az csak kéz volt vajon? Szerintem igen. Jó, mindegy, menj be. Oké. Okay. Azt mondja, ezt már láttuk, hogy elszalvasztó. Az első izében ez arról szól, hogy a rendőrségen a szerencsétlen túlélők hogyan próbálták meg fenntartani a rendet, és hogyan durvult el az egész. Egyre kevesebben voltak, egyre több volt a sérült, átalakult mindenki, jöttek a zombik. Na ugye, hogyha emlékeztek, akkor volt egy őrült rendőr, aki a saját kollégáit zárta benn legfölül a harmadik emeleten, és majd ott egy C4-et helyezett el. Ugyanaz a jelszó, ami volt a locker roomban. C-A-P. Tehát a mi dolgunk majd bedurantani azt a C4-est ott legesleg föl, de hát még oda el kell jutni. Hát hol vagyunk még attól, barátok? Flash is van. Jó, hát nagyon jó. Nézd, viszont el tudsz dobni valamit. Szerintem a csippantót. Igen. Megkényszer diszkártoltatás. Ezt én eldobom, a deszka van, arra nem vagyok kíváncsi. Ez itt egy kulcsos ajtó, szívecskés kulcsos. És akkor ezt kinyitjuk. És talán emlékszel, hogy ez az a hátsó része, ahová eddig csak átmászni tudtunk. De valaki itt elégedetlen az édességgyártók termékeivel. Ha ilyen furán... Asszisztál az asszisztáló. Hát végül is azért leszetted a lábát, ahogy illik. Szép. Nagyon gyorsan lő a Claire. Szóval nagyon könnyű... A Leonnál is van ilyen, hogy véletlenül elsütött kétszer. Tehát nagyon-nagyon óvatosan kell ezzel bánni. Tölts is újra. Igen. Várj. És nézzük meg, hogy mi történik a West Office-ban. Ugye itt Gunpowder. Van most ilyenünk? Külön nincs. Nincs. És már megint televágtuk az inventorit.
Jó, ezt tudjuk, hogy hogyan lehet Gunpowder Combine. Ez a csávót, ezt lezavargatnád. Hát lefeküdt akkor inkább. A kollega kicsit elfáradt. George. Nézd már, Scott. Ráfeküdt a saját név táblájára. Ugye George, mi volt? M? Ez M. Marvin, Ritter, George. Jó, tehát MRG. Aha, tehát most ki tudjuk nyitni a Leon elől. Igen. Gyakorlatilag. De ezért mondom, hogy ezek nincsenek hatással egymásra. Tehát, hogy ilyen szempontból ez a része nincs például. Jó? Másik oldal. Az meg... Itt van, oldalt van, itt jobb oldalt van. Aha. Őt úgy hívják, Neil. Hogy Neil. Van egy Elliotunk. Meg egy David. Tehát Ned. Amit keresünk. Oké. Okay. És akkor most ezt kinyitjuk, és akkor... Speedloader. Na ez ugye ahhoz a fegyverhez van, ami nincsen nálunk. Ezt nagyon jól érzed. Úgyhogy ezt most kénytelen vagyok itt hagyni. Jó, de ez majd még... Ezért még el tudsz jönni. De igen. Fogunk itt még kobászolni. Ezt jegyezzük meg, hogy ez a West Office-ban van, és ugye itt van még egy ilyen operation az, report, ami szintén ugyanaz, amit már emlékszünk, tehát most már nem fogjuk felolvasgatni a cuccokat. Itt van a safe, aminek most én fejben nem emlékszem a kombinációjára, de fönn a Stars irodában van írva, hogy azt hiszem, hogy mit balra 8, 12, vagy meg a valami. Megnézzük majd. Én sem tudom fejből. Ez itt egy sima ajtó, és akkor ez az iroda ennyi. Igen, ott vissza tudnám menni, de ahhoz is kulcs kell. Aha, ehhez egy... Valaki kék, mozog. Kékes kulcs. Vagy valaki morgott, inkább így mondanám. Szerintem a Scott George. Nem a Scott. Akkor a csávó benne a safe. De azt hagy, vagy inkább most megöljük, ne okozunk problémát később. Oho, ott van, lesz izé, történt. Na, annak nincs sok értelme, ha a lábát akarom előtt, de mellé lőlök inkább egy golyót. Viszont most egy kicsit kárpótol az élet. Ajaj, valami van itt még. Megötted. És valami még bejött. Jézus. Szép. A jó hírem az, hogyha itt befordulsz majd jobbra a folyosó végén, akkor ott van láda, meg írógép. Itt vagyunk a... De még nincs nálunk semmi. Ja, hogy megnézed, hogy mi az, amit ki lehet venni, csak úgy. Hát, de ugye úgyse fél nálunk semmi. Hát akkor meg menjünk a ládához. Vigyázz, ott van kint. Meg fogja lökni, amit tudom. Nézd már ki, mert én megyek ki. Lőd, így. Clint Eastwoodosan leterítetted. Kivárt az utolsó pillanatig, és akkor törte be. Hát ez várható volt. Rossz felemész. Merre megyek? Ott egyenesen, és a végén balra. És itt a nyomasztó körút jobb. Na nyugi. Hát te ki vagy? Lábatlan Jordan. Adjad őt. Na ide úgyse jön be utána. Na. Igen, itt leírják. Jó, itt elmondják, hogy mit kell csinálnod. Na, azt mondja, hogy láda. Ezt berakom. A detonátor is elem nélkül az olyan, mint a leves só nélkül. Annyiért veszem ki ezt, hát mondjuk visszarakhatom igazából. Mit?
Kivettem, de rájöttem, hogy nem hoztuk el a speedloadert, úgyhogy meggondoltam, összekombinálom az SL6-ot hát, de most a még, most még töltényed sincs hozzá, speedloaderrel pörgetheted üresen a fegyvert, maximum ennyit tudsz hozzátenni a bulihoz. Úgyhogy ennyi, és ugye itt lesz majd a Dark Room. Ott viszont van egy Rotekreuter, vagy Krajt, ahogy felhívták a figyelmemet. Jaj, a nyugtató zene. Jó, ugye a film még nincsen nálunk. Azt is még elteheted, majd bekevered később. És itt még nézd meg a szekrényeket. Ez lőszer. Az mindenkinek. Nagyon sok. Ez meg még egy gunpowder. Szuperül csinálod egyébként. Teljesen kifortál itt az első végigjátszás. Nem azt akartam. Hát azt mondjuk, ja mindegy, most már úgyis bejött a zombi, szóval... Ja, ezt még bedobom. Addig se foglalja a helyet. Én is azt néztem egyébként, hogy lopva, hogy... Szerintem 32 percen megy az a 30 perc. Jó, hát akkor még menjünk föl valahova. És aztán... Jaj! Ne, 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 ne,
Ott is jön egy kedvencem. Flaneringes csávó. Ezek nem ijedjetek meg soros... az árnyéktól. Ja, az nem itt van, hanem majd egy az a fönn, Blackfish szerintem van, igen. Itt van a C, a P. Mi volt a locker? Szerintem C, a P volt, de... J, K, L, M, N, O, P, akkor az úgy kijöhet. Istenem, szobrot emelek, nem olyan. Na! New claim round. Beárdesik a tesó. Én erre már nem emlékeztem. Gondolom bácsi. Ó, hát... vagyunk pakoló gránátvetővel, azt mondja, hogy igen. A portable safe, de portable itt most nem a portable safe-et talált, hanem a boxot. Tele van kis apró csalafintaságokkal a játék. Én viszont a ládában van a tekerőd, amivel elzárhatnád a... Igen. Úgyhogy most vagy lemész érte, valaki még szeretne beszélgetni veled az életérdekében. És azt gondolom, várj, azért nézzünk már meg itt, hogy van-e valami a automata mögött, mert nincs kizárva, hogy van. Oho! Hát ott látod. Majdnem elmentél az élet apró világ dolgai mellett. Minden virág tökéletes, ahogy az utolsó szamurájban mondták. Én marog mindenki. Olyan csalódottam esnek hátra. Igen. Bejövünk ide. Ezt berakjuk. Ezt is berakjuk. Most egyelőre szerintem a doboz is berakható. És akkor a Valve. Gébet keresd meg, hogy... Bezúzunk. Visszamegyünk a férfi öltözőbe. Oda be is lehet pörrenteni gyorsan az utcát. Fölpattintjuk. És akkor már is egyel több helyünk van, ami mindenképpen jó. Zuhanyzó rejtelmei. Mindig mindenki nyitva hagyja a vizet. Ott van a gubbasztó zombi. Óriási. Föl kell. Nem. Jó, hagyjad. Jó, túlparáztam. Ez mi? Gunpowder? Gunpowder bizony. Legtöbb mi adható. Ez meg egy jó üresség. Van egy lábatlan. Telekuka.
tolják az arcunkba a flame roundot, hogy most már találhatnánk egy gránátvetőt. Itt menj be, itt a Stars iroda. Én addig vagyok nyugodt, amíg nem kapunk gránátvetőt, hanem csak pisztolyom van. De miből gondolod, hogy attól még nagyobb biztonságban vagyunk? Ez nem szükségszerűen következik az egyik a másikból. Mindenképpen bajba leszünk, főleg, hogyha jön Kojak. Össz is mergelheted a két Gunpowdert. Már ki tudja. Jó, hát. Nézd, a töltények azok úgy ülnek, mintha nem lenne holnap. Itt van egy flashbang. Bang, bang, de hogy már nem tudjuk, de még tudjuk hol tenni. Ezt még pont tudjuk, igen, de... És itt vége a bulinak. Még összekombináljuk ezzel. Azt mondja, hogy... Na, Leon, várj, jaj. Leon írt nekünk. Bezártam. Nem, mintha... Remélem, hogy megkapod ezt, ez a hely tele van szörnyekkel, és a testvéred nincs itt. Csak juss ki innen, amilyen gyorsan csak tudsz, remélem, hogy biztonságban vagy, Leon. Hát köszönjük. Köszönöm, mit tesó. De ez bezeg, ugye? Mi lehet ott bent? Szerintem a Easy Machine Gun lesz bent. Ez bezeg, bezárt előlünk. Igen, az úgy néz ki, mint egy ilyen Uzi. Te egy ilyen kis Uzi lehet. Úgyhogy, hát ugye ide kell majd visszajönnünk, de nincsen még pendrive-unk, amit bedugjunk. Addig pedig ehhez sajnos nem. Bizony, ez már tökéletes volt a védelem. Irodába be tudsz menni, nem? Ide még be tudok, igen. Csak remélem, hogy nem találunk semmit. Dehogy nem. Ezt kéne beleraknunk, tudod, a detonátorba. Az egész életünknek nincs értelme. Hogy ugye ez nem fér el már nálunk. És na, itt van, itt még van egy a bal 9, jobbra 15, balra 7. Ugye ez a lenti szépnek a kombinációja. Akkor azt javaslom, hogy a legközelebbi cuccos ládához menjünk el. Le kéne pakolni. Már csak az a kérdés, hogy a legközelebbi láda most itt mit jelent. Mindenképpen azt, hogy visszamegyünk és lemegyünk a sarokba, ugye? Ja. Na, itt a lépcsőn fel kell még valaki? Nem tudom, de én attól félek, hogy egyszer csak a Tyrant szembe jön. Na már. Hát ő, itt nem aprózz el a dolgot. Na, ezt berakom, ezt is berakom, ebből se kell kettő, ezt is berakom, ezt is berakom. Nem, ja, mert láradon a kés, értem a logikára. És kell nekem az electronic gadget. Végül is igen. Ennyi. Ennyi. Most még majd nekiállhatsz valamikor craftolgatni, hogyha az időd engedi. Én azt mondom, hogy menj vissza. És itt át a öltözön. Nem, mintha otthon lennél a munkán. Úgy hasítasz. Aztán már egyszer felkel ez a zombi, és... ...ezt a meglepetés. Vagy szembe jön itt egy bliker. Hát ez bármikor megtörtént. Már kombinálhatod is, nem is kell két helyet tárolnia. És... akkor, hogyha érzem magadba erőt, akkor most itt vissza. Mármint a visszát, azt úgy értem, hogy pont a másik irányba. Igen. Beresünk vissza ott a lépcsőházba. És menjünk fel egy emeletet. Meg is nézzük rögtön? Hát nézzük, mennyi bajunk esett. Töltök. Érzed, hogy szükséges lehet? Na. Hallod ezt a lépkedést? Hallom. Hallod? Ha kérdés, hogy előttem hallom-e, vagy mögött? Nem tudom, de szerintem előtted lesz az. Nagyon rossz érzés ez. Még így tehetetlen módban is.
Most bemegyünk abba a szobába, és ott lesz két zombi, meg a Liker, meg bejön a Tyrant is, akkor biztos... Egészen biztos vagyok benne, hogy ez fog történni. Jesus, stay back! Ott jön, oké, menjél tovább, menjél tovább! Szerintem menekülj. Maximum megállítani, tehát hogy így kicsit leállítani tudod, de... Ugye a bomba, a detonátorra itt van szükség. Uh-huh. Most vagy itt kimész az ajtón. Jó. Hol megyek ki? Hát, bármilyen másik irányba is kimehette volna. De tök mindegy, menekülj, hogyha most ezt egy biztosabbnak érzed. De ameddig lát, addig jönni fog utánad. Uh-huh. Tudod, a hanyag munka. Add vissza a késemet. Fuss. Nézd, hogy szar. Jó érzés játszani, nem? Mhm. Uh-huh. Jégcsapokat is dughatnának a segedbe, kb. Az is ilyen érdekel. Hol van a... ez a szép... főzérum? Jajjaj. Erre nem tudsz tovább menni. West Office-ba tudsz maximum bemenni. Aha, onnan akarom már... Várj meg. Jön, ugye? Igen. Hát akkor ki kéne kerülnöd. Ez is dead end. Ne, menj erre, nem meg be fog szorulni. Ki fog jönni. Maximum annyit próbálhatsz, hogy elfutsz mellette. Mm-hmm. Ne, bement valahova. Azért akarom megvárni, itt mert itt széles a folyosó. Menj el! Menj el! Ja, Istenem, és legyek igazán mocsadék? Hogy mi történik ezután? Hogy Kaci, hogy oldja meg? Ezt a problémát, hogy ki tudjuk-e kerülni a Tyrantet, hogy mennyire kapunk szívrohamot, meddig szűkül össze az ánuszunk, ez mind kiderül a következő részből. Köszönjük, hogy néztek minket, sziasztok! Sziasztok!